Ez alatt mi van? A kettős kereszt alatt? A 100 forintoson? Illetve a címen? Három dom. A Bolyai iskola 9-es diákjainak tartottak rendhagyó órát az egyházmegyei levéltárban. A fiatalok megismerték, milyen okiratokat őriznek a levéltárban, és ezeken keresztül újabb részleteket ismerhettek meg, illetve elevenítették fel tudásokat a magyar történelemből, egyháztörténetből, de szóba került a címertan és a földrajz is. Megtudtam, hogy mivel foglalkozik egy levéltáros, sok új érdekességet megtudtam különböző iratokról, különböző pecséteket láthattam, valamint szerintem nagyon érdekes előadást tartott mind a két előadó. Az egyházmegyei levéltár egy korábbi pályázatnak köszönhetően örökségpedagógiai programot dolgozott ki. Kiadványokat jelentetett meg, okiratokról, pecsétekről készítettek másolatokat. A történelmi ismeretek bővítése a cél, a források megismertetése. Ezt folytatnánk egy új pályázatnak köszönhetően, illetve elkészülne egy hiánypótló mű, az egyházmegye történeti atlasza is. Hát ez egy 24 oldalas kiadvány lesz benne, 12 színes térképpel. Hogy ez miért fontos? Azért fontos, mert a 19. század elején elkészült Kenedics-féle térkép, és a 70-es években kiadott, a Kovács püspök által kiadott egyházmegye térkép között egy óriási hiátus van. Hat iskola vesz részt a programban, számukra versenyeket, témanapokat szerveznek. Újabb 12 nemes másolatot készítenek, többek között az egyházmegye alapítása az 1777-es időszak dokumentumairól.